Szia! Ma az első realista regényt fogjuk átismételni, a Jont, melyet 1920-ban adtak ki, és ez Livio Rebreanu első regénye. A regény realista és objektív, vagyis idealizálás nélkül mutatja be a paraszti életet. A Sadoviano regényekkel ellentétben Rebreanu nem zeng údákat a paraszti élet csodálatosságáról, hanem a maga fáradtságos, kegyetlen módján írja le. A regény eredete néhány életrajzbeli eseményhez kötődik, ilyenek, hogy a szerző látott egy parasztot, amikor az megcsókolta a földet, egy másik esemény a falujában játszódott le, amikor egy gazdag özvegy paraszt megverte a lányát, mert az egy szegény fiútól esett teherbe, valamint egy beszélgetés egy nagyon szegény legénnyel, akinek szavaiból szinte beteges szerelem áradt a föld iránt, mondja az író. A föld megcsókolása megtalálható a regényben, és ez egy kulcsmomentum, mert a föld iránti megszállott rögeszmés szerelmet testesíti meg. Nem csak a főszereplő, hanem az egész nemzet sorsát mutatja be ez a jelentős mozdulat, hisz a regény összes szereplőjének sorsa a föld körül forog. Rebreanu életművében két nagy témával találkozhatunk, a nemzeti öntudattal, az akasztottak erdejében, és a föld problémájával a Jonban és a felkelésben. A regény témája a román paraszt harca a földért egy szegényekre és gazdagokra osztott társadalomban. A mű során felszínre kerül, hogy a föld iránti vágy erkölcsi romláshoz vezet, akkor, amikor ez túllépi a megszabott kereteket és megszállottságá válik. Ugyanakkor a regény a 20. század elejé erdélyi falu monográfiája is. Leírásra kerülnek az emberi élet nagy eseményeihez kapcsolódó szokások, a születéshez, Ána fiának születése, a házassághoz, a Jon és Ána esküvője, illetve a halálhoz, Ána és Dumitru Markos halálához kötődő események. Ugyancsak fontos momentuma a falusi életnek a hóra, amely hosszabb leírást kap a mű elején. Szerkezeti szempontból a regény két részre osztható, a föld hangja és a szerelem hangja, amelyek összefoglalják a mondani valót. A regény cselekménye két szálon zajlik, melyek tulajdonképpen az erdélyi falu teljes képét nyújtják. Az első a parasztok élete, középpontban Jonnal, a másik a falusi értelmiség, melynek gondjai és élete a Herdelia családban testesül meg. Érdekes a regény esetében a körkörös felépítés, a regény kezdetén a falu felé, illetve a regény végén a faluból kivezető út leírását találjuk. Ezzel az úttal a mesélő bevezeti az olvasót a regény földrajzi, társadalmi és emberi világába. A regény végén pedig ebből a fikcióból újra a realitásba hozza. A regény végén leírt út lezárja a faluban megtörtént tragikus eseményeket. A szerző saját bevallása szerint szándékosan követte ezt a körkörös felépítést, hogy megerősítse a realitás illúzióját. Az olvasó ugyanott találja magát a regény végén, ahonnan elindult. A főszereplő felépítésében is találkozunk ezzel a körkörös szerkezettel. Jon a regény végén visszatér Florica iránti szerelméhez, kizárva a föld hívását. Ugyanakkor a szöveg kitér arra is, hogy Jon Vasile bácsú sorsát éli újra. Ugyanúgy, mint Jon, Ána apja is gazdag lány útján jutott a földjeihez, de a feleségét nem szerelemből vette el. Jontól eltérően Vasile bácsú törődik a családjával, annak ellenére, hogy nem szereti a lányát. A cselekmény középpontjában Jon alakja áll, aki megszállottan vágyik a földre, és álmainak megvalósulását a Vasile bácsú a gazdag paraszt lányával, Ánával kötött házasságában látja. Annak ellenére, hogy a szép, de szegény Florikát szereti, kitartóan és türelemmel követi a föld megszerzésére irányuló terveit, Ánát teherbe ejti, ezzel kötelezi Vasile bácsút, hogy neki adja hozományként a földeket. Az apusával való kapcsolata feszültségteljes, és az Ánához való érdektelen hozzáállás a lány öngyilkosságához vezet. Az értelmiség életesen mentes a zavartól és a megfosztástól, esetenként megaláztatást és kompromisszumokat eredményez. Laura, a Herdelia család nagyobbik lánya,
Giorgio Pinteához megy feleségül, annak ellenére, hogy mást szeret. A tanító, a Herdelea család feje nehezen néz szembe anyagi gondjaival, és a hatóságokkal való szembekerüléskor meggyőződése ellenére a magyar képviselőre szavaz. Fontos szerep jut a falu életében Belciuk papnak, aki egy új templom építésével van elfoglalva, és a parasztok életébe avatkozva különféle ellenségeskedést szít. A szerző nem elemzi, nem kritizálja, és nem is csodálja a szereplőit, hanem csak bemutatja az olvasónak. Jon, a regény főszereplőjének teljes neve, Jon Pop Glanitású fia, a szegény, de földre vágyó parasztok csoportjának képviselője. A testi adottságai nincsenek részletezve, gesztusai, mozdulatai, arcjátéka csak bizonyos tulajdonságait kiemelendő kerülnek leírásra. Rebriano az olvasó képzeletére bízza, hogy hogyan néz ki Jon. Direkt jellemzéssel a mesélő kiemeli Jon néhány tulajdonságát. Egy szegény, de szorgalmas paraszt, jó földműves, aki dolgozni szeretne. Ugyanakkor kitűnik intelligenciája, akaratereje és ambíciója is. Idővel azonban a pozitív tulajdonságai megszállottsággá válnak, mely erkölcsi romláshoz vezet, és felszínre hozzák a szereplő negatív tulajdonságait. Jon egoista lesz, kegyetlen Annával, rossz akaratú és erőszakos. Az erőszakos vég nem meglepő, Jon haláltusája részletesen le van írva. Csak arra a tócsára tudott gondolni, amelyben tespett, amelytől émeiget, és amelyből mindenáron szabadulni akart. Jon utolsó gondolata az, úgy halok meg, mint egy kutya.